Több ezeren kísérték ma utolsó útjára Göncz Árpádot, úgy, ahogy az a néhai államfő végakarata rendelte, állami protokoll nélkül. A búcsúztatáson Mécs Imre úgy fogalmazott, hogy Göncz Árpád mindig a jó oldalon állt, és ezt a példát állította a mai politikusok elé is. A volt cellatárs korábban rendszerkritikus beszéddel készült, de a családdal való vita után az csak később a Kossuth téren gyülekezők előtt mondta el, kora este, onnan érkezett ide a stúdióba. Jó estét kívánok! Kezét csókolom! Ön is biztos látta, hogy amikor pár napja már olvashattunk erről a vitáról, és újabb hírek jelentek meg, hogy Mécs Imre mond beszédet, mégsem mond beszédet, máshol is elmond egy másik beszédet, hogy voltak, akik azt írták, hogy azért lehet, hogy ennek a napnak, ennek a temetésnek elsősorban Göncz Árpádról, vagy kizárólag róla kellene szólnia, és nem bármiféle aktuál politikáról. Mert hogy az a gesztus már önmagában, hogy ő az állami protokollt is elutasította, valószínűleg azt is mutatja, hogy annak sem örült volna, hogyha aktuál politizálás zajlik a temetése kapcsán. Ezeket a dilemmákat önnek is biztos végig kellett gondolnia. Miért döntött mégis úgy, hogy szeretné, hogy a nyilvánosság is tudjon erről a vitáról? Ugye egy ilyen nagy személyiségnek a temetése, mint amilyen Göncz Árpád is volt, az körülbelül fele részben családi ügy, fele részben közügy. Tehát van egy homópolitikus, és van egy ember. Mind a kettő rendkívül fontos. És végső soron megértettem azt, hogy a család szempontjai azok a dominálóak. De ugyanakkor egy ilyen nagyformátumú politikusnak a távozása óriási hiányt jelent, és legalább néhány vonását föl kell ennek tüntetni. Másrészt jól ismerem Göncz Árpádnak a mentalitását, gondolkodását, nagyon sokban hasonlítottam ő rá, tehát ilyen szempontból is éreztem, hogy mi volna az, amit ő ezen a napon elmondana, és azért született az a kompromisszum, hogy a temetés elén a családi érzelmi részt koncentrálok, meg a saját érzelmeikre, és a Kossuth téren pedig, ahol ugye most már 12 napja folyt egy tiltakozás sorozat az örökláglak a eltüntetése miatt, ami Göncz Árpád leleménye volt, az ő szellemi terméke, hogy így mondjam, akkor ott beszélünk erről, és ez a dolog bejött, mert meg is értették az emberek, és a családdal is tulajdonképpen egyetértésbe kerültem. Csak hogy volt egy ilyen húzavona, hogy napok óta ebből konfliktus volt, ön először azt mondta, hogy akkor egyáltalán nem beszél, pedig Göncz Árpád végakaratában szerepelt, hogy szerette volna, hogy ön beszéljen, aztán mégis erről azért tud a nyilvánosság, mert ön a közösségi oldalán az interneten megosztotta, hogy konfliktus helyzet van. Miért gondolta, hogy fontos, hogy erről tudjunk? Azért, mert itt voltak különböző puspogások, és nyílt ember vagyok, hogy ezt teljesen nyíltá kell tenni. És a családnak is teljes mértékben megértem a szempontjait, és itt nincs valamiféle igazság. Itt eleget kell tenni emberi módon minden igénynek, és ez így jó megoldás volt, hogy az amúgy meglévő tüntetés sorozatunknak az utolsó része, vagy lehet, hogy nem az utolsó része, az erről fog szólni. És ezt megértették a jelenlévők is, és azt hiszem, hogy így tisztességesen lezárult ez a dolog. Az előzmények után viszont akkor már azon lepődött meg sok mindenki, a sajtómunkatársai mindenképpen, hogy egy erősebb, konfliktusosabb beszédet vártak, hogyha kiment a Kossuth térre megtartani az elmaradt beszédet a temetésről. Ehhez képest bár mondott természetesen kritikus mondatokat, de általánosságban utalta arra, hogy egyre rosszabb a politikusi választék, hogy korrupció van, hogy az önkormányzatiságot felszámolják, hogy a fiatal demokraták szembefordultak önmagukkal és elutasítják a forradalom szellemiségét. Ennél keményebb szavakat nem is tervezett, vagy itt is finomított? Nem, én az eredeti szöveget mondtam el, azt mondtam föl, hogy
hogy világossá tegyem. Tehát egy napon történt az egész, tehát azok nagyrészt a temetésről jöttek át, ahol hát rendkívül nagy részvéttel temettük el Árpit, és onnan jöttek át hosszabb időn keresztül forgalmi problémákat okozva és átélve. Én úgy gondolom, hogy ez így macska körbe között szerencsés megoldás volt. A szövegről is érezhető, hogy egyáltalán nem vad, és azon igyekeztem, hogy Árpi fogalmazásának is megfeleljen. A temetésen arra kérte a jelenlévőket, hogy mindenki fogja meg a mellette ülők kezét. Ez érdekes kontextusba került azáltal, hogy előtte olvashattunk, hallhattunk róla, hogy okozott feszültséget, hogy oda ki fog elmenni. Mondjuk a jelenlegi politikai elitből, a kormánypártok házatájáról lehetett készülődésről hallani, hogy egyesek meg is akadályoznák esetleg, hogy kormánypolitikusok elmenjenek. Elmentek. Ez belejátszott abba, hogy ön arra kérte az embereket, hogy kvázi béke jobbot nyújtsanak egymásnak, vagy hogy fogják meg egymás kezét, vagy erre nem gondol? Ez egy akaratlan és jó hatása volt ennek. Én egyszerűen arra abból indultam ki, amit mondtam is, hogy 1989-ben, július 16-án az abban a szituációban arra kértem a 56 hőseit eltemető és egy rossz rendszert megszüntető nagy összejövetelnek a résztvevőit, hogy fogják meg egymás kezét, és együtt mondjuk el az ő neveiket. Az volt akkor is az érzésem, hogy itt van egy nagy közösség, bármit ott a téren, amelyik eljött ide, hogy 56-nak a hőseit eltemesse, és végre őszintén felemelt fejjel lehessen erről beszélni. Ugyanúgy itt összejött rendkívül sokféle ember, a mi drága Göncz Árpád úrnak a temetésére, és ez egy közösség. És miért ne nyilvánítsuk ki, hogy összetartozunk, és egy percnyi elmélkedés, a magunkba szállás, az pedig jót tesz. És annak ellenére, hogy nem voltam biztos a dolgomban, azt tapasztaltam, hogy ezt mindenki természetesnek tartotta. Talán azáltal, hogy nem volt állami protokoll, valóban jobban arról szólhatott a mai temetés, hogy a jelenlévők mindannyian elveszítettek egy számukra fontos embert. Ön miben fogja érezni legjobban a hiányát? Hát egyrészt régebben mindig tudtuk beszélgetni, meg tudtuk beszélni dolgokat. Nagyon hasonló volt a mentalitásunk, érzelmi világunk is, bizonyos fokig a neveltetésünk is, és ez hiányzik egyrészt, másrészt pedig maga az a tudat, hogy ott van, hogy ez a minta, amit ő megvalósított, annak a főszereplője él, és lehet követni őt. Tehát egyszerűen jó volt, hogy van. Követők még lehetnek? Remélem. Hát ott mondtam is, hogy reméljük, hogy sok Göncz Árpád fog születni. Hát ez egy naiv ábrán, de biztos. És azért azt tapasztaltuk a közelmúltban is, meg hosszabb idő keresztül is, hogy rengeteg jó ember van. Csak ezek lappanganak, de nem jó szó erre, de azért használom. Lappanganak, mert szerények, nem hivalkodnak. De amikor valamilyen vészhelyzet van, például nincs mit tenni, akkor gyűjtenek, főznek, osztanak ételeket, vagy amikor ide jönnek, menekültek, akkor pedig segítenek. Köszönöm szépen, hogy a vendégünk volt.